ez a szocializmus után volt, tudod, tehát még nem nagyon volt vevőkultúra, tehát hogyha valami volt, tudod, volt, ilyen nagy számítógépek voltak, és akkor így ott elbújtunk mögöttük, és akkor odajött valaki, tessék, tehát akkor nem nagyon kedved, nem nagyon akartál eladni semmit. Hát abszolút nem, nem úgy képzeld, de jó napot kérdezni, tehát nem ízé, Komlós Júci voltunk az ABC-ben, halál bunkó volt mindenket, halálosan élveztük. Igen, tessék. Marika, problémás a vevő, a tiéd. De... És ugye mondjuk oda jöttem, és azt mondom, hogy szeretnék venni egy szekrénysort. Hát én tanuló voltam, tehát ilyenkor egy nagy formátumú szakembert meg kellett kérni. Pillanat, én tanuló vagyok, nem tudok segíteni, de szólok egy kolléganőmnek. Évike, vevő. Tehát egyből lepasszoltad a vevő. Persze. És akkor itt ki lehetett menni, itt volt egy ilyen hátsó ajtó, és akkor mindenki ott cigizett. Igen. És akkor gyakorlatra jöttünk minden héten, és akkor, hát engem úgy szivattak. Volt egy srác, akivel jóba voltam, Ödön, ő jó fej volt, ő már itt dolgozott, és akkor, de ő is ott végzett, ez a Szász Ferenc kereskedelmi szakmunkás képzőiskola volt a 8. kerületben, a Népstadionnál. És te kifejezetten bútor szakon? Én lakberendezői cikkeladó voltam, vagyok. Ez volt a cél apámnál, hogy legyen egy szakmám, tehát én lakberendezési cikkeladó vagyok. És én ott nem voltam közkedvelt, és bocsánat, és ott én voltam az egyetlen budai fiú, aki mit képzel magáról. De nem is tudtál, vagy nem is akartál feloldódni, vagy próbálkoztál? De én próbáltam. Jó, csak tudod, össze? Biztos én is játszottam az eszemet, de hát ugye úgy éltem, hogy én teniszeztem, meg úsztam. De az nem lehet, hogy a te személyiségi fejlődésedben, hogy azzá váltál, ami most vagy, abban ez is szerepet játszott? Tehát, hogyha egy utólag össze kéne rakni... Én kihagytam volna azt a 3 évet. Én ezt értem, és de mi lett volna, hogyha kihagyod? Akkor hogyan alakulhat ez? Hát akkor lehet, hogy beiratnak egy normális gimnáziumba, normális emberekkel találkozom. Rossz ilyet mondani, de 80%-ban tényleg nem a világon volt azok az emberek. És nagyon, és azért ez egy traumatikus volt nekem. Olyannyira... Magányos voltál? Akár nem, itt, nem. Nem. Képzeld el, hogy sikerült egy... Lejöhetünk közben akarunk. Hogy egy olyan pszichoszomatikus betegséget csináltam, hogy elkezdtem köhögni, addig, amíg nem hánytam. És akkor, hogy ne kelljen iskolába járni, és akkor ez így tök jól működött. Tehát, hogy ezt így tényleg kihagytam volna.